A Nyíregyházi Rotary Klub rendszeresen szervez jótékony célú programokat annak érdekében, hogy legfőbb vállalásához a jó szándékon alapuló humanitárius szolgálathoz anyagi eszközöket szerezzen. Az emberek közti megértést és a segítőkészség ideáját képviselő nagymúltú világszervezet nyíregyházi csoportja ezúttal ifjúsági programjainak finanszírozására gyűjtött. Programjaink támogatására szeretnénk felhasználni az ESZ-nek a bevételét. Több programot terveztünk erre a Rotary évre. Szeretnénk egy tapintható, láthatatlan fantázia névre hallgató domborművet készítetni, ahol a belvárosnak a nevezetességeit láthatóvá tesszük a vakok és gyengéglátók számára. Egy másik programunk során szeretnénk egy játszóteret felépíteni, amelyet fogyatékelők is használhatnak. A rendezvény előtt adták át a Nyíregyházi Down Egyesület számára azt a 3000 eurós támogatást, amelyet a szervezet német partnerklubja ajánlott fel. Így a Rotary Klub segítségével épülhet meg az Egyesület régóta tervezett fejlesztő játszóparkja a megyeszékhelyen, a Csodavár korai fejlesztő centrumban. A jótékonysági esten Hernádi Judit leginkább olyan dalai csendültek fel, amelyek a szerelemről szólnak, s neki írták azokat. Az örökzöldekből, sanzonokból, blúzokból kötött csokrot versek, mesék, történetek tarkították. A sokoldalú művésznőhöz nagyon közel áll a pódium műfaja is, bár szerinte nem könnyű azokat a dalokat énekelni, amelyeket személyesen neki írt a szerző. Ha azt lehet mondani, annyiból nehezebb, hogy nincsen kitalálva, hogy szólaljon meg, vagy hogy, mert egy meglévő számot, azt már az embernek van a füle, hallotta már mástól énekelni, és akkor ahhoz tud idomulni, tudja, hogy ahhoz képest hogyan szeretné. Ezek teljesen szűzek. Az est vendége az elhangzó dalok legtöbbjének alkotója Heilig Gábor volt, aki a saját maga által sikerre vitt szerzemények előadójaként is közreműködött. Én úgy tudok és úgy szeretek a legjobban dalt írni valakinek, hogyha egy picikét, vagy nagyon, vagy közepesen, de valamilyen formában ismerem. És mivel a Jutkával elég régóta vagyunk barátságban, úgyhogy azt hiszem, hogy ismerem elég jól, tehát körülbelül el van kapva az a világ, amit én úgy gondolok, hogy neki a legközelebb, ami hozzá a legközelebb álló. A Rotary Klub tagjai a közeljövőben is tervezik jótékonysági estek szervezését, emellett folytatják a Tudás mindenkinek című előadás sorozatukat a Nyíregyházi Főiskolán.